Egy mese repítette a Szent Imre Általános Iskola harmadikosait Brazíliába. A Brazília Madarai című kiállításon egy 85 esztendős brit művész alkotásain keresztül ismerhetik meg az állatokat az érdeklődők. Ez a 85 éves művésznő, aki megfestette ezeket az illusztrációkat, azt szerette volna hirdetni, hogy ugyan népességrobbanásban élünk, gazdasági fejlődésben élünk, de hogy a saját környezetünkkel való egyensúlyt próbáljuk meg megtalálni, és erre tulajdonképpen az állatok hívják fel, az állatoknak a közelsége, a szeretete, illetve azok a színes képek, amik most itt a gyerekkönyvtárunkban megtalálhatók. Egy időben most 3 kiállítás nyílt térségünkben, annak érdekében, hogy minél többen megismerjék Brazília különleges élővilágát. A könyvtár mellett a Sóstó látogatóközpontban és a Fehérvár Csurgói kastélyban is brazil természeti csodákkal találkozhat a közönség. Nem ez az első kiállítás, amit a brazil nagykövetséggel együtt működve készítünk, hanem most már a 3. kiállítás, amivel tulajdonképpen Brazíliával, a brazil őserdővel és az ökoszisztémával ismerkedhetnek meg a gyerekek. Tulajdonképpen itt az október végén, november elejé kiállítással azt szerettük volna hangsúlyozni, hogy ezek a madarak, amik tulajdonképpen nem velünk élnek, nem a mi erdeinkben, de ugyanúgy közel hozzánk. A brazil nagykövetség kiállításai november 25-éig látogathatók.